Üdvözlök mindenki, szép estét kívánok! Erről még a Facebookomról nem csináltam élőt. Most már mindezek ketten is nézzetek, mert kevesebb a ismert. Igen, az ismerős köreim. Kezdek egy szép dallal, jó? És utána elmondom a magamét. Akit nálad jártam, én, akit rától láttam, én, tudom mennyit én, a szó szerelem. Én, akit vele voltam, én, akit megcsókoltam, én, sohasem veledem. Én, aki bíztam benne, ó, mind az életemben. Én, akit átáncoltam, csak ő legyen. Én, aki vele voltam, én, akit megcsókoltam, én sohasem kutattam. Aki bíztam benne úgy, mind az életemben. Én, akit áttáncoltam, csak ő legyen. Én, aki vele voltam. Én, akit megcsókoltam. Én, sohasem veledem. Én szép estét kívánom, kedves Alika Horváth. Nem tudom, írd már meg, hogy van-e hang, vagy nincsen hang. Elmondanék valamit. Ha van hang, az nagy, de villog, kellene hangnak, mert villog a hangkártyám. Úgyhogy, nem tudom, Alika Horváth, nem tudom, hallasz engem? Köszöntél szépen, én is üdvözöllek. Bocsát, tegeznek, nem tudom, tegeződünk. Köszönöm szépen, hogy van, megírtad, nagyon helyes. Először is, bocsánat kérek a Habitó, le is vettem YouTube-ról azt a múltkori videót, élő live-omat, leszettem YouTube-ról, innit üzenem neki, volt ma velem egy telefonbeszélgetés, van igaza. De utána meg kellett szakítanom velük a telefonbeszélgetést, mert a kedves drága látos fiam, nem mondom ki a nevét, mert képes jelenteni YouTube-omat. Csak annyit mondom, hogy a fiam. Felhívott és alpári hangon beszélt velem, hogy így még kivetkőzve valakit életemben nem láttam. Úgyhogy a kedves fiam felhívott engem telefonon, alpári hangon megfenyegetett, megölett. Hát nyugodtan. Megmondtam neki, nyugodtan fenyegessé, ölessé meg. Ennyi. Hát ő, hogy mit pakol ki én rólam a Facebookra, akkor én is jelentsem őt, vagy fenyegessem meg őt. Ennyi. Drága látos kisfiam. Fejezd be velem, mert nem jó velem kikezdeni, megmondom őszintén. Nem érdemes. Mert én helyes leszek, drága, én szép gyerekem. Büszke voltam vidáig, te rád. Hát nem értem az egészet. Hát miért bántod a saját apádat?
Na ezt jelentse a YouTube felé, mert teszem fel. Neved nem mondok, csak annyit, hogy kisfiam vagy. Na az jelentet a YouTube felé, meg a Facebook felé is. Drága szép kisfiam. Nem, drága gyerekem. Nem is gondoltam volna rólad, hogy így neveltelek én tégedet, hogy ilyen apári hangon beszélj. Ennyi, drága szép gyerekem. Nem így lettél nevelve, a teljes nevelést adtam én neked. Drága szép gyerekem, fiam. Ennyi. Habitó, mondom, bocsánat, kérek, idegességemben kiváló énekes és jó zong. Mindenkitől van a jobb zongorista, ez igaza van. Minden, én tőlem is van, mindenkitől van jobb. Mindenkitől. Ennyi. És igaza van. Úgyhogy ez volt az utolsó, hogy valakikről beszéljek. Nagy bosszúálló vagyok, így van. Ezt valaki mondta nekem. Lajos, te nagyon rendes ember vagy, de nagyon bosszúálló vagy, így van. Aki engem megbánt, azt én nagyon megbosszulom. Akármilyen zongorista vagyok, mert mit tudom én már tettem le az asztalra. Van volt, mit lehetettem ennyi év alatt. Habitól mondom, utoljára levettem azt a videót, és elnézést kérek tőle, ne haragudjon rám, ideges voltam. Nem akartam megbántani. Egy félreértés volt az egész. Nagyon-nagyon kiváló énekes, most is amondó vagyok. Semmi hibát nem találtam az énekébe, még ha akartam volna, sem tudtam volna belekötni. Ez van. Tényleg, drága gyerekem, kisfiam, miért pottolgatol ki engemet mindenféle hókuszpóknak lehordasz? Ennek mondanak. Miért, drága gyerekem? Hát ez apád így megérdemelte. Hát apádat égeted le. Drága szép kisfiam, saját édesapádat égeted le. Erre gyerekem. Hát nem szabad így apával beszélgetni így. Hát apádat sértegeted. Kiposztol dolgokat róla. Saját apádról. És akkor még felhív engem telefonon, apádi hangon beszélsz velem. Jó kivetkéztél magadból. Igen, úri fiú vagy. Igazi úri gyerek. És még, jaj, drága Istenek, nem mondom, hogy mi a szakmád, mert rájönnek, akkor ki vagy, de már sejtik az emberek. Drága szép kisfiam, egyed meg a szívedet. Hát nem így neveltelek téged, drága gyerekem. Nem így lettél nevelve. Hát még ilyet érzem, nem láttam. Hát így neveltelek, ezt a nevelést adtam én neked. Jaj, drága gyerekem, el vagyok keseredve, tényleg. Saját apádról, hát még ilyen életemben nem láttam. Saját apjával úgy beszélt, mint a kutyával, még talán, hát nem is tudom. Jaj, édes kisfiam, nem szabad. Apának meg kell adni a tiszteletet, hát nem így neveltelek tégedet, drága szép gyerekem, hogy apári hangon beszélsz velem, mindennek lehordasz. Ennyi kisfiam, miket csinálsz te? Nem szégyeled magad, hogy apával így beszélsz. Ezt én remélem én tőled, drága gyerekem. Nem vártam volna tőled. Jaj, édes kisfiam. Na, borzasztó. Néztem, én bajának a műsorát tegnap este. Benéztem. Nem beszélt semmit sem, én sem mondok róla semmit sem. Ha valaki engem nem bánt, én sem bántam. Ha valaki engem megbánt, én is megbántam. Nem egyszerű? Öten néztek, de abból három látok, hogy kinéz. Mindegy, az ötödik, a négyet elbújt. Nem nyitotta meg a hozzászólást. Hát én is szoktam így nézni. És akkor nem tudom, hogy kinéz. Ennyi az egész. Hát drága édes kisfiam, nem gondoltam volna róla, hogy a saját apáddal így beszélj. Ezért énekelek egy nagyon szép dalt. Hagyjátok sok szeretettel tőlem. Úgy, volt párommal, egész délután beszélgettem vele, Tinával, ki magam a nevét, ő ismer. Éppen panaszkodtam neki, ő is elmondta a dolgát. Dolgozik, egész nap munkában van. Ő ismer, milyen vagyok. Tudja, jó ember vagyok. És a Tinát miért nem bántam? Miért nem bántam? Miért nem bántam soha az élő videómban? Soha nem bántam meg.
Pedig körülélünk és éli az életét, én is élem a saját életemet, de attól még beszélünk. De semmi olyan közeli kapcsolat nincsen. Beszélünk, vagy mit tudom én, mondta, ajánlottam, kellős valamit segíteni Lajos, vagy mit tudom én. Nem kellett én a semmi, mindenről beszélgettünk. És ismer. Amit neki köszönhetek, őszintén az életemet. Mert ő tett engem tisztába, ez az igazság. Ezt megnőtette volna meg velem, amikor én beteg voltam. És a drága kisgyerekem azt kívánta, ami 7 éve volt nekem, agyinfarktus, most is mondta a telefonban, hogy kapjam meg. A drága édes gyerekem, az átok visszaszáll. Nem gondolta a drága kisfiam. Drága szép gyerekem nekem. Hogy nyálja meg a szívedet. Még egy nézőm van, akkor is felpakolom YouTube-ra. Éneklek egy szép számot. Lánykérésre megyünk. Jó? Na, édes gyerekem. Nem hozzád, mert te fiú vagy. Isten őriz, nekem nem kell ezt fiú ember ki. Saját gyerekemet, azért nem csinálom. Zsamo, egy éjszaka szívembe zártalak. Ami kettőnk között történt, örökre megmaradt. Én nem tudom, mi lesz a holnapom. Akárhogy is lesz, én bízom benned galambom. Májusban is elmegyek hozzá. Jön vele az összes rokonság. Olyan szép lesz a május kosár, olyan szép lesz, mint egy könyvvirág. Oda állok az édesapádhoz, és megkérdezem tőle, nekem adod a lányod az áldásod. Ha mindig jó a zene hadd szóljon. Mulassunk testvérek, rokonok. Májusban is elmegyek hozzá. Jön velem az összes rokonság. Olyan szép lesz a május kosár. Olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Shalom, 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 összes rokonság. Olyan szép lesz a május kosár. Olyan szép lesz, mint egy gyöngyvirág. Májusban is elmegyek hozzá. Jön velem az összes rokonság. Jaj, drága édes gyerekem! Ezt jelentetett a YouTube felé is, mert senkit nem bátottam meg, drága szép kisfiam. Jaj, Istenkém! Megnősülhetném a ide, drága fiam, nem pedig a saját apádot, minden álpádot lehordott. Nem figyelni maga a telefonon? Magánszámról hívtál fel, fiam. Bokkoltam a számát, de azt is meg fogom csinálni, magánszám nem fog felhívni. Gondoskodok róla. Beállítom úgy a telefonon. Semmiféle magáztán nem fog felhívni, gondoskodok róla. Zága szép gyerekem. Apának ő a kisfia, bizony. Hát. Alpári módon lehordott mindennek. Kivetkőzött magából, hát én nem tudom, kire jutottad a gyerek. Zága gyerekem, kire jutottél? Ajánlom, hogy én nem biztos nem jutottél. Nem? Érdekes vagy. Drága szép gyerekem, habitom meg még egyszer bocsánat kérek, úgyhogy elnézést, akkor nagyon ideges voltam. Mindent mondtam idegességemben,
hogy ne haragudjon rám, most mondom, itt nyilvánosan kérek tőle bocsánatot, leszettem azt a videót a YouTube csatornámról. Úgyhogy neki is igaza van, természetesen meghallgattam, végighallgattam, amit mondott, ő is meghallgatott engem. Úgyhogy mert meghallgattuk, nem beszélgettünk, de közben felhívott a fiam, és azért kellett Habi megszakítani ezt a beszélgetést, és bocsánat kérek tőled, muszáj volt, mert ő keresett a fiam. Hát, nagyon csúnyán beszélt velem, alpári módon. Sár fiam. Azon legyen már leszed, édes drága gyerekem, a nősül már még, mert rám köreg szerintem végén. Édes drága gyerekem. Azt hittem, hogy mindegy, már nem szólok egy szót sem. Amúgy most a Lakatosnak is élő live-ja van. Nem sokáig élődök gyerekek. Csak elmondom a lényeget, meg élődök egy pár számot. Nem élőbe megyek a WC-re. Nem élőbe eszek. Nem élőben, mit tudom én, csinálom a család dolgokat, szerintem hamarabb. Nem? Jó beszélek, gyerekek? Éneklem a Szeretek is, meg nem is című dalt. Nagyon sok szeretettel, minden kedves Facebook ismerőseimnek küldöm, és a YouTube csatornám ismerőseimnek küldöm. Na most én ezt ketten, vagy senki nem nézi, nem érdekel. Felteszem YouTube-ra, lesz már 160-160 nézi. Kavar gondolom, hogy ennyi az egész. Úgyhogy egy számot éneknek még mondjuk elzongorázok kettőt vagy egyet, és akkor befejezem az a társamat. Zágaszék kisfiam, ne kezdjék ki velem, mert nagyon rossz helyen tapokat húzol. Engem megfenyegettél, hogy elkapod a lest meg. Mit hisz vele? Meg engem azt mondtad, feljelentesz. Ennyi drága gyerekem. Jelentség. Hát én tőlem nem tudják elvenni két nagy lányomat, gyámit. Te Lakatos Bolyát feljelentetted, édesfiam. Az mit tett MTT-vel? Semmit. Az én világom. Ennyi az egész. Évek óta kormányunk egy más művíz és fa. Vacivel nem elmászom, kell pata, ajkad a számot, mint hűsdikő, ocsimú, problémák nem voltam, csak megoldásom. Óhajt a csontot, törtük együtt, mondtuk, hogy igen, hogy történt, nem értem, hogy nem történt semmi sem. Szeretlek is, meg nem, tudod, így van ez. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Ma is ő, ma is ő, ma is ő szeretem. Egyedül, egyedül. És hogy mondjam el neked, baby, asszony, szeretlek is, meg nem, tudod, így van. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Szeretlek is, meg nem is, tudod, így van-e. A szerelem engem mindig bolondá tesz. Ma is ő, ma is ő, ma is ő szeretem. Egyedül, egyedül. És hogy mondjam el neked, baby, asszony, szeretlek is, meg nem is, tudod, mi van-e.
a szellem engem mindig bolondá tesz. Haragszom is, meg nem is, tudod én a lehet. A szellem engem mindig bolondá tesz. Itt a vége, de elbúcsúztam, majd rászom véget ért. A kisfiamnak megüzenem, hogy azért beszéljen már normálisan. Hát így neveltelek, ha valaki iskolázott, akkor én alpári hangon nem beszél. Szerintem. Nagyon csúnyán beszélték, kisfiam. Szégyellem a helyettet. Kavajon van, rá a gyerekem. Nem volna szabad így beszélned. De mindegy, nem jó velem kikezdeni. Üzenem neked így innét, mert te húzod a rövidebbet. Ne fenyegetőzés, saját apádat akarod megverettetni. Hát nem szégyeled magad. Apád. Te meg akarod vezetni saját apádat. Eljön gyerekem. Na ezzel elbúcsúzom. Minden kedves Facebook barátomnak kellemes estét kívánok. Jó éjszakát, nem tudom, mikor jelentkezek be. Lesz egy délben főzök, vagy mit tudom, mit csinálok. Elmegy az idő, és majd lesz valami. Na puszikálok, mindenki szép estét, jó éjszakát kívánok. Sziasztok!